Mi a téma? Fürött téma? Háj, Regi vagyok, hogyan lehet túlélni hajléktalanként Miskolc? Ez itt a nagy kérdés. Kommentekben nagyon sokan írták, hogy éljük túl. Túl fogjuk élni, tesó, bátyáim, túl fogjuk élni. Miskolc Európa egyik legrégebbi lakott területe. 70 ezer éves régészeti leletet is találtak itt. Ki a érdekel amúgy? Képzeljétek el, 1711-ben kolera járvány is volt. Kicsit erősebb volt, mint a koronavírus, mert az a városnak a fele kipusztult, lakossága kipusztult, szóval szokóka, nyalóka. Jó, 155 ezeren laknak most ezt kéne túlélni. Mondják, hogy nem tudjuk túlélni egyes emberek, de tesó, túl fogjuk élni. Miskolc. Hello, engem kameráznak. Figyelj ide, a legolcsóbb ilyes Miskolc City-re 3519, szerintem nagyon drága egy belföldi utazásra. Ha belegondolunk arra, hogy Londonba is kimentem 3000 valamennyiből repülővel, meg a Prágába is kimentem 7000-ért, így rá és a 180 kilométerért nem fogok ezért fizetni. Miskolcra kéne eljutni, de hogyan jussunk el? Anyámnak a biciklét kölcsön kértem, azt mondtam, hogy elmegyek a boltba, aztán visszahozom. Hát maradjunk annyiban, nincs a legjobb állapotban a bicikli, de nem baj, ez a kihívás. 192 kilométer, te majom, kudarcot vallasz-e vajon? Éjjel fél kettő van, gyerekek! Mi folyik itt, gyöngyösök? Mi folyik itt, gyöngyösök? Hát az energiaszintem eléggé lecsökkent, ezért most feltöltöm magamat egy kis feszültséggel. Menjünk tovább, let's go! Ki mit jelent ez a tábla? Mert nagyon sokan ilyenkor beparáznak. De ez a tábla azt jelenti, hogy ugye nem lehet menni biciklivel ezen az úton, de viszont ha nincs más út, amivel elérheted azt a célodat, tegyük fel Miskolcra, nincs más út, akkor használhatod ezt az utat. Ez a Miskolci rap, ez a Miskolci rap, ez az a hely, ahol mindent lehet. Ez a Miskolci rap, ez a Miskolci rap, így te csak kemény lehet. Olyan régen már Miskolcon él. Megérkeztem Miskolc City-re! Akkor most felhívjuk Bartosz, és elmondom neki, hogy itt vagyok, mert nem hiszi el, hogy biciklivel lejöttem. Tóly! Én mostan szívom egyébként a 46. cigarettámat, bazd meg! De mondom, hogy azzal jöttem le! Nem létezik, bazd meg! Oké, mit csináljak? Adjál valami tanácsot, hogyan éljem túl Miskolcot? Ukázzál, bazd meg! Ingyen kaja! Azt szeretném megkérdezni, hogy nagyon éhes vagyok, minél magát is megeszem, hogy hol van ilyen ételosztás? Ugye ételosztáson azok vehetnek részt, akik hivatalos lakcímük, miskolci lakcímük van, szóval lőszopó á. Azt mondtam, hogy voltam már itt, és hogy elveszett blablabla mindenem. Nem szabad hazudni elvitelre. De gyerekek, ezt is megeszem. Hányásig. Az a lényeg, itt a spár mögött vagyunk, gyerekek, és találtam lakomát. Ezt nézzétek meg. Ugye lejár zöldség, de a zöldség addig jó, ameddig el nem olvad a szádba. Itt van 30% kedvezménnyel. Amúgy nézzük meg, hogy mikor járt le. Egy pillanat.
Október 4-én járt, mert hanyadika van? 7 kávé. Uh-huh. Jó, ez tökéletes, ez meg lehet tenni, gyerekek, és majd megyünk tovább, bátya. Gyere ide. Jó, a tény, hogy vannak szagok, de itt gyönyörű, itt is zöldség, ugye mind vitaminnal tele van. Gyönyörű, rengeteg van, de ahogy látom, találtam egy kis banánt is, gyerekek, ezt ki is bontom így az egészségetekre. Köszönöm a Spárnak, hogy támogatta a műsort. Itt a kuka mellett találtunk, én úgy eléggé tele van, sziszta izgatott vagyok, mint a gépont, figyeljetek ide. Ez durva, gyerekek! Ez fara, ezt nem tudom, hogy kinek lett kitéve, a csöveseknek szerintem. Ez fúr is van benne, baszod. Faszod? Bontatlan. És bontatlan, bro. Nem tudom, hogy mi. Tészt. Használt izé, piroska, nem volt, szeretjük a szörpöt. Csokoládé puding. Igen, lehet, hogy lehet, látszik, hogy használt, amúgy tudszok is vannak benne, de nem baj. Tészta, ez is használt, érdekes. Kis reszelő is benne van. Az az érdekes, hogy ez ki van bontva. Sokat használtak belőle talán, de nem kellett a munkásoknak, én nem értem. Én nem értem, gyerekek, de igazából lényegtelen, mert ebből lakom a van. Ne pürgyi le! Breaking, most jött a hír, hogy októberben leesett, október elején leesett az első hó Miskolcon. Képzeljétek el, itt lehet fürödni, nagyon jó, lehet hógolyózni is. Hóba fürödni azért? Október elején, gyerekek, szerintem remélem ez nyáron is itt van. A bázis. Szeresse Beket és vele együtt új élményeket. Hú, na jó, oké, gyalunk könyvtárba, mert mi nagyon-nagyon szeretünk olvasni. Gyerekek, na elmesélem a sztorit, a legjobb, egyik legjobb bázis a könyvtár, ugye? Van áram, tudjuk tölteni a telefon, tudunk WC-re menni, free toilet, ugye le tudunk ott is dugiba fürdeni. Csináljunk pénzt, gyerekek, itt annyit kell mondani, ehhez kell internet, ez a pénzszerzési lehetőséghez, de ugye könyvtárban megvannak a lehetőségek. Hol a pénz az interneten? Money, 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 kérdőívekben van a lóvé, a zseton, itt a kérdőívek.blog.hu összegyűjti a legjobb kérdőíves oldalakat, rengeteg ilyen kérdőíves oldalon nézzétek, csemegézzétek. 20 perces kérdőívre kapunk 252 forintot, itt ez a tarifa, 27 percesre 345-öt, jó, kis apró, jó jön. Oké, látom megint ott telefonnal, ott fotózgatnak, itt vannak a kretői néző, gyertek ide, figyelj már! Kis aprót kéne adnotok, aprót adjatok már, haza kéne valahogy jutni, meg ennem is kéne valami. Tessék, foglaljatok ki! Már adtunk videót, fel vagyunk iratkozott, és hát bátyja, ugorj már be a bokorba létre. Beleugrok, de fukszokat is jó lenne, annál azért van pénzetek, jó, hallja kéjjel. No, a selfie nincs ingyen, gyerekek, valamit pakoljatok. Én olcsó vagyok, mint a Vargarina, kretének olcsó, a 220 forintért beszélhet a selfie. Nyomjunk bátyja egyet. Nagyon szépen köszönöm, hogy támogattok. Nagyon királyokat a gyerekek. Money, money, money.
Szundi. Vagyok a stábommal, köszönjetek. Halló. Barna, Márti. Jó, itt azt mondják a drága testvéreim, hogy itt vagyunk a avas tető tetején, ez egy volt vulkán, gejzír, kitörő szar, minden volt, minden leszarom. De az a lényeg, itt a hálózsákom, kicsapom a szundit, meg becsapom, ilyen vad a faka. Hogy gyártelepen csomó elgyatott hely van, ott is lehetne, vagy esetleg lehetne hajléktalan szállal aludni, de most még így októberben, nem tudom, ez még a határeset szerintem, itt még lehet aludni. Azt mondják itt a kollégák, hogy vannak veszett rókák, meg vaddisznók. Ugye reggel felkelő fogat kéne mosni, de viszont mivel mossunk fogat? A legősibb orvosi tudomány, az Ayurveda, az több mint 5000 éves indiai gyógyászati cucc, azt tanácsolja, hogy nyelvünket tisztítsuk, because tele van, éjszaka lerakódik, nagyon sok baktérium lerakódik a nyelvünkben, ugye fogszúvasodást okoznak, hogy lehet venni nyelvtisztítót, blablabla, bla, de ugye spórolunk, baszod? Ezért egy kanállal fogom megcsinálni, nézzük is, hogyan kell. Elhúzzuk, és nézzétek, ez rengeteg tesó. Ez ugye mellesleg megakadályozza, hogy rossz legyen a leheleted is, szóval... Blitzelés. A balliberális önkormányzat új rendelete szerint ugyanis csökkentett összegű büntetés és 5 ingyen jegy jár azoknak, akik jegy nélkül utaznak. Jaj, de jó lenne lógni! Jaj, de jó lenne! Jaj, de jó lenne! De meg lehet oldani, drága testvérem, a lógás, hogy elsóhajtósak a buszok, de meg lehet oldani okosan, hogy hátul fel lehet mászni, illetve szereztem egy régi bérletet, szóval az is meg fogom próbálni, csit legyen már! Villamoson nagyon sok ellenőr van, de most ugye koronavírus van, és éljünk a helyzettel. Ugye a maszkodat rosszul használod, mit tudom, így mész fel rá, vagy így... Azért elkezdnek basztatni, viszont azután felveszed normális maszkodat, akkor elterülöd a figyelmedet, és azután nem kérik a béletedet. Geoláda. A ládáknak a célja az, hogy valami szépet mutassanak be. A számháború már nincs, úgyhogy induljon be a láda keresés. Oké. Okay. Na, vágjunk bele, mehet. Jó, megy. Az a lényeg, hogy van egy geoláda alkalmazás, ahol hát el lehet rejteni cuccokat, és azt megtalálod röviden tövően ennyi, nem? Tudom, szokott lenni kaparós sorcsegy, meg nem tudom, kústartó, meg minden szar. Most azt találtuk ki, hogy Miskolcon nagyon sok ilyen geoláda van, hogy megkeressünk egyet, és hát van benne valami, ami a túlélésemre segíti. Kicsit csaltunk, mert megkérdeztük a biztonsági őröket, hogy merre lehet a geoláda. Akkor nézzük meg, hogy mi van benne. Egy szöveg van benne, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élettel legyen. Amen! Amen! Az álcázás. Sőt, keményebb helyek is vannak a Hős utcánál. De hol is van, és mi is az a lyukó, amit annyian emlegetnek? Most a kocsimat nem merem kint hagyni, mert reggelre biztos, hogy csak a váza lenne. A legtöbb miskolci nyomortelepről ide érkeznek az emberek, pedig se iskola, se óvoda nincs a közelben, sőt, vezetékes víz sincs, ezért a legtöbben kilométereket gyalogolnak még a legközelebbi kúthoz is.
Itt vannak újra a legjobb nézőim, a két testőröm tesó, bevédenek, biztonságban vagyok. Na, az a lényege, hogy nagyon sok néző leszólított is Miskolcon, éljenek a miskolciak, és az a lényege, mindenki mondja, Jukó, milyen veszélyes, ez most kajak, veszélyes. Hát elég para hely egyébként, tehát én szívem szerint nem megyek oda, tehát senkinek nem ajánlanám. Na, és figyelj, azt mondjátok most nekem, az a tervem, hogy bemegyek biciklim, és megyek egy kör, szerinted para? Hát elég para, benyúlják azt a biciklites át, abban azt nem mondom, semmi. Visszafele gyalogja, azt a biciklin. Akkor nem nézzük meg, hogy benyúlják a biciklimet, megyek egy kör, tekerek, egy-egy gyerekek, tartsatok belünk tovább. Na oké, beszéljünk kicsit az álcázásról, a lengyeles videóban. Mesélj, ott egy cica, nézzétek! Beszéltünk arról az álcázásról, hogy amikor nem full csövesbe vagy, hanem adsz magad, de az milyen jó. Viszont annak vannak hátrányai is. Képzeljétek el, ugye volt a Portugáliában voltam, és ott betámadtak, ott le akartak szúrni, mert ugye túl jól voltam öltöző, és azt hitték, van pénzem meg mindenem. És utána mondtam nekik, hiába vagyok homeless, azt mondtam, nem hitték el. Viszont ezért jó, hogy csövesbe is vagy, mert ide jelentem Jukóvölgyben, úgy nézek ki, mint egy full alpári gettós srác. Ha megvan az álcázásnak az előnyei, ha esetleg mégis félnétek így bejönni, akkor használjátok viperát, így kicsapjátok gyerekek a viperát, és garantálni fogom, hogy így nem fognak titeket egyáltalán betartani. Hajvágás. A nevem Elek, továbbra is Miskolcon csövelek, ha-ha-ha-ha, jó ide, jó. De az a lényege, itt Miskolcon van egy fordulás iskola, ahol ingyen le tudjátok vágni a hajatokat. És itt a Miskolc plémétjét megkértem, itt a fodrász legnagyobb, világ legjobb fodrászát, megkértem, hogy vágja le a hajamat. Ugye az a lényege, hogy a jövőbeli fodrászoknak ugye gyakorolni kell emberi testen, emberi hajon, ezért nagyon-nagyon kell nekik folyamatosan az ember, ahol tudnak gyakorolni. Ez free, ingyen van minden. Pesten már van egy olyan csoport, Facebookos csoport, ahol 14 ezeren vannak benne, akkor sem tudtok menni bármikor hajat vágni. One hour later. Király visszatért. Drága Péter Spanommal megyünk haza. Mákos kártya a legnagyobb barátunk, a legnagyobb érdekbarátunk. De az a lényege, hogy rengeteget lehet spórolni. Összesen 635 forintból megyek haza a vonattal. Én azt nem értem, nagyon sok ember nem igényel amúgy ilyen kártyát, tegyük fel Bartos se, nem értem, hogy miért. Hogy van? Miskolc mindig az otthonod, változtak idők és évszakok, de ez a hely, ami örök ki várni fog. Na jó, akkor a kommentbe írjátok meg a következő város, hol éljük túl. Következő város, a kurva! Jó, oké. Na. Gyerekek, iratkozzatok fel a Kretinz YouTube csatornára, vegyetek ilyen pulót, ami most rajtatok van, most azonnal tépjétek szét. 3000 Tesó. Iratkozzatok fel, megtekinti sokan iratkozó, fedi iratkozó, kevés iratkozzatok fel. Na jó, helyes. Béke. Ez a Miskolci rap, ez az a hely, ahol mindent lehet. Ez a Miskolci rap, így te csak. Kemény lehet, olyan régen már, Miskolcon élek. A Miskolc nevezetességei, mi nem a tévétorony, nem a izé, nem tudom mik vannak itt. Ez a lényeg, avas lakótelep. Miért? Mert van egy olyan legenda, hogy nagyon sok disznót tartottak itt a panelokban, és voltak disznóvágások, kézzeljétek. 1711-ben
Milyen járvány volt? Kurva! Nem tudom, megtanulni, kurva! Kibírta a bicikli! Halleluja, halleluja! Thank you God! Az a lényeg, nagyon nehéz volt a táskám, hogy jöjjön ide kamerás, jöjjön ide. Ez a hálózsákomat rácsavartam egy ilyen cuccra, nem tudom, találtam itt az út mellé, mellett. Jön tovább az operatőr. Itt egy csavar elveszett, ezt kis zacskóval így megoldottam, megfeszítettem egy kis zacsival.